Napjainkban a kutyára vágyó emberek egy igen jelentős része valójában nem egy igazi kutyát szeretne magának, hanem sokkal inkább egy olyan lényt, aki aranyos, hasonlít gyerekkora kedvenc játékmackójára, aki kedves, szófogadó, nem mozog sokat és mindenféle foglalkozás és tanítás nélkül is problémamentes a hétköznapokban. Mindezeket idézőjelben alaposan végig gondolva, számos Instagram cuki kép és YouTube cuki videó megtekintését követően egyre többen döntenek a japán Shiba Inu mellett. Hogy milyen karakterű kutyát választottak valójában, és hogy milyen is lesz az együttélés egy Shiba Inuval, ezt bizony elég kevesen tudják az e fajta mellett döntők körében, akik ráadásul egy Shiba Inu izgalmi állapotban kiadott hangját nem is hallották soha, pedig az aztán nem semmi. Hogy mit gondoljatok végig, mielőtt ezt a fajtát, a Shiba Inut választjátok, ezt próbáljuk összefoglalni számotokra ebben a részben. Mielőtt belevágnánk, arra szeretnénk kérni téged, hogy iratkozz fel a csatornánkra. Neked ez csak egy másodperc és egy kattintás, nekünk viszont komoly segítséget jelent. Ha támogatni szeretnéd a csatornát további filmek elkészítésében, a videó leírásában találod meg ennek módját. Előre is köszönjük! Együtt vadásztak a szamurájokkal. Mindenek előtt talán azt érdemes leszögeznünk, hogy a többség által ismert európai kutyafajták egy-két évszázados múltja szinte csak egy rövid pillanat a Shiba Inuk múltjához képest, hiszen a kinológusok körülbelül 3000 évre tudják visszakövetni ezeket a nyomokat. A mostani kutatások szerint a ma élő Shiba Inuk az egykoron Japánban élt kistermetű, inkább róka kinézetű honsú farkasok leszármazottai, amik azóta kipusztultak. Az időszámításunk előtt 300 környékéről fennmaradt több primitív rajzok bizonysága szerint már akkoriban is feltűnt egy alacsony, rókaszerű, görbefarkú kutya típus az akkoriban ezen a területen élő népesség mellett. A 12.-től a 17. századig tartó korai sógunátus idején pedig az írott források szerint a szamuráj klánok egyik kedvenc vadászkutyáivá váltak, és elengedhetetlenek voltak a kisebb termetű állatok vadászatában, de például vaddisznóhajtások idején is. A Shiba Inu egységes elnevezés az 1920-as években született meg ezekre a kutyákra, majd ezt követően 1936-ban nevesítették őket Japanikumnak, azaz japán nemzeti kincsnek. Eredetileg három alvariációja létezett, a San-in Shiba, a Mino Shiba és a Shinso Shiba. A II. Világháború azonban nagy állománypusztulással járt, és ezt követően került sor ezek egyesítésére, és a mai úgynevezett modern Shiba Inu létrehozására. Az 1950-es években terjedt el Japánon kívül, és azóta töretlen, sőt növekvő népszerűségnek örvend a világ szinte minden részén. Temperamentum és karakter. Mint oly sok más esetben, a külső bizonyos Shiba Inuk esetében is félrevezető lehet. Ez az ártatlan külsejű kutyafajta, aki mintha most lépett volna le egy játékgyártó multi kutyás katalógusának borítójáról, bizony nem hazudtolja meg az őseit és a múltját. Rendkívül erős akaratú, függetlenségre, önfejűségre, önállóságra igencsak hajlamos, ráadásul gyakran nem kedveli a többi kutyát a környezetében, azokkal dominánsan viselkedik, és a kisebb-nagyobb csetepaték kezdeményezése sem áll távol tőle. Emellett a vadász ösztönesen változott sokat azóta, hogy a 16. században együtt hajtotta a vadat a szamurájokkal. A szökések specialistája. A modern építőipar sem nagyon tud olyan kerítést produkálni, amin egy Shiba Inu ne jutna át. Egy kezdőkutyásnak igencsak fel tudja adni a leckét, és fel is fogja, ha hozzá nem értő gazdához kerül, hiszen nagyfokú önállóságra törekvése és makacsága miatt egy nem következetes, tapasztalatlan gazda parancsát jó esetben csak figyelmen kívül hagyja, rossz esetben teljes mértékben felülbírálja, ha azok érdektelenek vagy éppen unalmasak a számára. Habár az esetükben kis termetű kutyákról beszélünk, akik marmagassága 34 és 42 cm közötti, és a súlyuk sem több 7,5-10,5 kg-nál, egy tapasztalatlan, erélytelen és következetlen gazda számára okozott bosszúság kiterjedése bizony átlag feletti lehet. A valóság tehát igencsak messze áll a vatta cukormázzal photoshopolt cukker-mukker Instagram képektől és az azok alapján elképzelt közös jövőtől.
Mindezek mellett természetesen az is igaz, hogyha egy Shiba Inu megfelelően felkészült kezekbe kerül, az egyik leglojálisabb fajtává válhat, aki szinte összenő a nem könnyen elfogadott falka vezérrel és mindent megtesz érte. Ez a rajongás olyan szintet is elérhet, hogy hajlamos lehet komoly féltékenységi reakciókra mindenkivel szemben, aki rajta kívül komoly szerepet kap a szamurájként vigyázott gazda életében. Éppen emiatt, habár a nemzetközi szakirodalom a társasági kutyák közé sorolja őket, amit mi a magunk részéről némi fenntartással kezelünk, családi kutyának vagy gyerekek mellé nem elsősorban őket ajánlják. A Shiba Inu egyáltalán nem mondható csendes kutyának, sokkal inkább beszédesnek. Ez persze nem ritka a kisebb termetű kutyafajták között, gondoljunk például a magyar terelő kutyákra. Amiben azonban egyedülállóak, az a különleges hangskála, aminek a kiadására képes ez a fajta, amit nemes egyszerűséggel Shiba sikításnak vagy Shiba jódlizásnak hívnak a kutyások. Hallgassátok csak meg! A sibák ezt a visításszerű vagy sikító hangot, ami időnként valóban hasonlít egy fába vagy satúba szorult jódli művész torkát elhagyó frekvenciákra, a szakértők szerint a vadon élő ősöktől örökölhették, akik szerintük így figyelmeztették egymást egy veszélyhelyzetre, és általában mindenre, ami izgalmi állapotba hozta őket. A Shiba Inuk valóban izgalmi állapotban adják ki ezeket a hangokat, relatíve gyakran. Azoknak tehát, akik sűrűn lakott övezetekben laknak, vagy papírvékony falu lakásban, körbevéve jó szándékú szomszédokkal, mindenképpen számolniuk kell ezzel az adottsággal. Főként, ha nem kívánják, hogy elinduljanak a pletykák, miszerint ebben a háztartásban rendszeresen verik a kutyát, vagy a vidéki nagymamát. Nincs hipoallergén Shiba. Ennek a fajtának rendkívül sűrű és tömött ajszőrzete és fedőszőrzete van. Habár szinte a macskákkal megegyező mértékben tisztaságmániások és gyakran tisztogatják magukat, az őket választóknak tudniuk kell, hogy szinte egész évben vedlenek, és nem kicsit, hanem sokat. Ez a vedlési folyamat a csúcspontját ősszel és tavasszal éri el, szőrük sűrűsége miatt a méretükhöz képest egészen elképesztő a folyamatos vedlés marokszámmal mérhető végeredménye. Aki tehát allergiás az állati szőrzetre, vagy szimplán tisztaságmániás, bizony alaposan át kell gondolnia, megére számára ennyit a cukiságfaktor. Összefoglalás. Mint oly sok más esetben, egy Shiba Inu melletti döntés esetében sem árt mindent és a korábban elmondottakat átgondolni, főként, hogy egy ilyen döntés jó esetben 15 évre szól majd, hiszen a Shiba Inuk egészségesek és szerencsére hosszú életűek. Aki kedveli a kihívásokat, a következetességet és az alapos, de sokáig tartó munkát, ráadásul van már korábbi tapasztalata keleti fajtákkal és nagy akarat erejű kutyákkal, az nyugodtan leteheti a lantot e fajta mellett. Egy szórakoztató, ha lehet ilyet mondani kutyákkal kapcsolatban, humoros és rendkívül lojális társra talál majd. Aki viszont Instagram képek, egyperces TikTok videók vagy Shiba Inus mangák alapján vágyik rájuk és kutyákkal sincs igazán korábbi tapasztalata, egy Shiba érkezését követően hamarosan úgy fogja érezni, hogy egy igazi törpe rónincegődött a nyomába, aki gyakran zsarnokként viselkedik.